A versenyzők a környező országokból és Európa szinte minden pontjáról érkeztek. A 10 000 dolláros összdíjazású torna jó kibontakozási lehetőséget nyújt a fiatal versenyzőknek. Alexander Nenadovic a torna igazgatója szerint több szempontból is jelentős ez a verseny. Promovisemo náš teniski klub, promovisemo lokalnu samoupravu, pokrajinu, republiku. Znate, ona ima međunarodni karakter, dolaze devojke iz susednih zemalja, iz čitave Evrope i šire. A szegedi Bukta Ági első alkalommal vesz részt a palicsi tornán. Nem sok ideje volt a felkészülésre, ennek ellenére úgy érzi, jó esélyekkel indul. Június közepén az iskolában érettségiztem, illetve vizsgáim voltak, úgyhogy verseny nem előzte meg ezt, de egy komoly felkészülés, hát így nyár közepén egy hónap az komolynak számít, úgyhogy ott készültem föl. Milyen eredményre számítasz? Hát nagyon kiszámíthatatlan egy-egy ilyen 10 000 dolláros verseny, ugyanis nagyon sok lány, akik most bontogatják a szárnyaikat, jönnek ide és játszák, és nagyon akarnak nyerni, úgyhogy igazából kiszámíthatatlan, de én nagyon remélek jó eredményeket. A selejtező 36 résztvevője közül a legjobb 8 versenyző jut be a döntőbe. A versenyt Szabadka 40 000 dinárral támogatta. A 10 000 dolláros összértékű női tenisztorna fő része kedden este 7 órakor kezdődik a Palicsi Teniszklubban. A verseny 29-én zárul.